Szia, kedves nem pánikoló angoltanuló! Köszönjük, hogy érdeklődsz a Don't Panic Lab iránt, és most hadd mutassam meg neked néhány percben, hogy miért ez a legszuperebb angolfejlesztő, angoltudásfejlesztő program a piacon, ami a kedvenced lesz. Figyelj csak! Ez itt a Don't Panic Angol e-oktató terme, ahol az összes tananyagunkat láthatod, de én most a Don't Panic Lab-be vezetlek körbe. Mutatom is, hogy hogy fog kinézni ez a Don't Panic Lab, és miért lesz az új kedvenc online angol nyelvtanfolyamod, és hogy miért fog neked ez nagyon-nagyon-nagyon sok, de még annál is több időt megspórolni az angol tanulásodban. Nem beszélve a befektetett energiáról és a költségekről, mert ugye ez a három, ami legfőbb szerepet játsza, az idő, a befektetett energia és a költségek. Tehát a Don't Panic Lab-ben 8 különböző készséget dolgoztunk fel és szedtünk szét, és kivitelezési terveket, komplett kivitelezési terveket kapsz tőlünk erre. Vagyis a beszédkészséget, a szókincset, hallott szövegértést, nyelvtant, olvasott szövegértést, időgazdálkodást és motivációt, íráskészséget és a kiejtést vettük figyelembe, illetve ezt boncolgatjuk a Don't Panic Lab-ben, a kivitelezési tervekben, ahol lépésről lépésre megmutatjuk, hogy hogyan tanulj angolul. Tehát, például, ha megnézed, nézzük meg mondjuk a beszédkészség kivitelezési terveit. Szóval, itt látod a témákat, az első témákat, amik a Don't Panic Lab-ben lesznek. Például, nézzük meg azt, hogy hogyan készülhetek beszédhelyzetekre, ha épp nincs kivel gyakorolnom? A Don't Panic Lab-ben ugye azt tanítjuk meg neked, hogy hogyan tanulj angolul. Mert az a nehéz, nem az a nehéz, hogy elsajátítasz egy nyelvtani szerkezetet, vagy megtanulsz szavakat, hanem az, hogy ezekre hogyan emlékezz, és hogyan tud a kommunikációban, a beszédben, írásban használni, hogyan érts meg másokat. És mi a Don't Panic Lab-ben olyan kivitelezési terveket készítettünk, tényleg lépésről lépésre fogva a kezed, hogy aztán neked több hónapot, akár évet megspórolva megtanulhass angolul, és ez bármelyik nyelvre átültetve egyébként használhatod. Minden kivitelezési tervhez letölthető munkafüzeteket kapsz, bónuszanyagokat, checklistákat, úgynevezett puskákat, linkgyűjteményeket, hadd mutassak meg neked egy párat. Például ehhez a kivitelezési tervhez, hogy hogyan készülhetek a beszédhelyzetekre, ha épp nincs kivel gyakorolnod, téma és ötletlistát készítettünk el neked, 20 érdekes témából például. Vagy linkgyűjteményt készítettünk, tehát minden egyes kivitelezési tervhez, te kapni fogsz letölthető munkafüzetet, és hasznos anyagokat, linkgyűjteményt, puskát, és így tovább. Különböző videókon keresztül boncolgatjuk az egyes témákat, például ezen belül, hogy miért kell egyedül gyakorolni a beszédet. Vagy mi a módszer előnyei és hátrányai. Vagy mi a kedvenc beszédfejlesztő módszered, módszereid. Vagy a tervezett beszélgetések előre elkészítése. Ugyanitt látod megint a letölthető hanganyagokat, mi következik most, és a végén mindig értékelheted a munkánkat egy anonim kérdőívvel, amit fél perc alatt ki lehet tölteni, így te azonnal visszajelzést kaphatsz, vagy adhatsz nekünk, hogy tetszett az adott kivitelezési terv. Nézzünk még egy másik kivitelezési tervet, például, hogy hogyan tudod filmekkel fejleszteni az angolod. Szókincs témakörbe tettük ezt, és itt konkrétan megmutatom extra ötletekkel, amiket szerintem sehol nem láttál, hogy hogyan tudod a filmekkel fejleszteni az angolod, nem csak az, hogy nézzük a filmeket bele a vakvilágba, hanem hogy tényleg ez hasznos legyen. A Don't Panic Lab-ben 6 angoltanár dolgozik, és 6 angoltanár közel 50 éves nyelvoktatói tapasztalatát, és közel 100 éves angol nyelvtanulói tapasztalatát hoztuk el neked, összegyúrtuk, ami angoltanár és angoltanulói tapasztalatunkat, és a legtöbb kikísérletezett módszereket hoztuk el. Tehát, itt ugye a filmnézés angolul témakört boncolgatom, itt ezt például én csináltam, kapszok ehhez, vagy kapsz ehhez letölthető checklistát, filmnézés angolul, tervezőt, és hasznos weboldalak gyűjteményét, amit angol filmnézéshez tudsz használni.
Aztán ilyenekről beszélünk itt, hogy angol vagy magyar felirattal, vagy esetleg nélkül nézzük a filmeket. Vagy milyen filmeket érdemes nézned. A négy lépéses módszeremet is megmutatom, hogyha tényleg az angolodat szeretnéd fejleszteni a filmnézéssel. Aztán ezt megmutatom a gyakorlatban, és plusz egy olyan módszert is mutatok, amit még soha senki nem mutatott meg neked. Úgyhogy ilyen témákat boncolgatunk a Don't Panic Lab-en,